Vos megye hosszú esztendők óta a sakkozás egyik fellegvárának számít Magyarországon, itt senkit sem lepett meg az, hogy a sportág diákolimpiájának megyei döntőjére igen komoly mezőny jött össze. A verseny keretében mind a 6 korcsoport küzdelmeit megrendezték. A mérkőzések zöme nagy küzdelmet, színvonalas játékot hozott. Úgy gondolom, hogy a színvonal az elég jó, ahhoz képest, hogy nem az igazolt versenyzőkről van szó, illetve az érdeklődés is nagyon jó, hogy ilyen sok iskolából és 70-80 gyerek érkezett hozzánk, ez úgy pozitív dolognak ítélem meg. A játékosok zöme annak ellenére, hogy nem egyesületben játszik, igen sok időt áldoz a sakkozásra. A legtöbben barátokkal, osztálytársakkal gyakorolnak, de olyanok is akadnak, akik családtagjaikkal vívnak napi rendszerességgel nagy csatákat. Vasszent Mihályról jöttem, és megpróbálok rendszeresen sakkozni, de ugye nem mindig tudok. Most nagyon sokat készültem a versenyre a nővéremmel és apukámmal együtt, és szeretném megnyerni ezt a versenyt és kijutni az országos döntőre, hogy képviseljem a Brenner iskolát. A korcsoportok legjobbjai az április első napjaiban Miskolcon megrendezésre kerülő országos diákolimpiai döntőbe jutottak. Tavaly a vasi amatőr sakkozók 2 aranyérmet nyertek, idén sem szeretnék ennél lejjebb adni.